Szóval, hogyha megtudhatok bármit arról még a színpad segítségével, vagy ki vagyok a párom nélkül, akkor engem ez érdekelne. Jó, oké. Nézzünk erre egy példát. Én szívesen megpróbálnám, hogy ki vagyok. Szuper, gyere. Szólt a Black Boxról, de a Black Box már egy továbbfejlesztett technológia. Ennek az alapja egyébként egy úgynevezett térterecske. Az életmodellek és a mesterkurzus technológiái közül van egy nagy különbség. Az életmodellekben terecske gyakorlatot, mint matrix gyakorlatot csinálunk. Black Box technológiát a mesterkurzuson szoktuk csinálni, illetve a VIP kurzusokon. A különbség a kettő között annyi, ugyanazon a téren történik. A terecskére bevéhetjük a saját életünket és a saját hibáinkat, és miközben a terecskén dolgozunk egy matrix gyakorlatban, ahol a tudat, a lélek és a test matrixa dolgozik, tehát az alapján élünk egy világot. Ott a saját életen dolgozunk, ami itt változik és sikerül rendbehozni, az a életben is, mint egy azonosulásképpen rendbe fog jönni. A Black Boxban nem szabad behozni az életben lévő hibáinkat és az életünket, hanem neutrálisan kell megjelenni. Azt is mondhatom, hogy nem dönthetem el én sem azt, hogy most matrix gyakorlatot, egyszerű matrix gyakorlatot csinálunk, zárójelben egyszerű, vagy Black Box gyakorlatot csinálunk. Akkor csinálunk Black Box gyakorlatot, ha a matrix gyakorlatban a bent lévők, az expert képes arra a szintre már felnőni, hogy neutrális legyen bent, és ne a saját személyiségét jelenítse meg. Amikor a saját személyiségét jeleníti meg, akkor csak matrix gyakorlatról beszélünk, tehát az életmodelleken a matrix gyakorlatig megyünk. Nem kell megijedni, ez nem egy olyan alacsony szint, hogy ne kelljen egy életen keresztül csinálni. A Black Box ennél sokkal magasabb szint. Nem mindig tudjuk elérni, de mindig matrix gyakorlaton keresztül közelítjük meg, hogy a Black Box szintet elérhessük. Most jelenleg ez egy matrix gyakorlat lesz, mert az a kérdés, hogy ki vagyok én a párom nélkül. Tehát itt egyáltalán nem egy Black Box kérdést teszünk föl, és egy Black Box fejlesztést csinálunk, hanem egy modellt építünk arra, megnézzük azt, hogy egyedül ki vagy, és majd utána mondom, hogy milyen értelmezésben másképp ki vagy. Jó? Oké. Mehetünk. Na hát izgalmas pillanatokat értünk át, mint építészetileg és egyéb tévében is. Most így utólag hagyd mutassam be két szimbólumunkat, vendégeinket. Egy hétig ők szimbolizálták a kedves embereket. De hát így jártak a kedves emberek. Kicsit meglettek focizva. Na nézzünk, keresek neked valami belevaló csajt. Ne én keresek magam? Ne. Vagy te szeretnél? Na nézzük. Maximum felülbírálom. Na lássuk, kit választasz? Milena? Felülbíráljam? Szakmai. Az estét múlt rajta. Ja, én ki vagyok a párom nélkül. Ezért még biztos kapok, ám legyen. Végül is, ha már tetőt leszedted fölőlem, a vendégeimet kifociztad, akkor az asszonyt is megkapod. Na mehet.
Hova jutunk, ha bezárják a diszkókat? Na, hogy érezted magad a párod nélkül? Egész jó. Oké. Okay. Hogy érezted magad, amikor volt egyfajta párod? Tanultam. Nagyon jó. És hogy érezted magad, amikor egy másik fajta párod lett? Mulattam. És hogy éreztél a kettő között, amikor tulajdonképpen az előző meg a jövőbeni párod is volt, de ők egymásra foglalkoztak? Elrontottam egy ponton, mert én hátra akartam dugni nekem. Csak úgy átpörgetni, az jobb lett volna, mint hogy elveszi, de így sikerült. Én azt láttam, hogy amikor egyedül vagy és nincs párod, akkor nem tudsz kiteljesedni. Akkor minden eszközt megpróbálsz megragadni a környezetből, hogy történjen veled valami, és hogy ki tudsz fejezni magadat, de nem tudtad kifejezni magadat. Gondolom nem csak én, de már lefigyeltem már a legelején, már a, amikor először kijöttél, lefigyeltem, hogy néptáncos vagy. De hát adta magát a szitu. Amikor bejött Miléna, akkor elkezdtél figyelni a külvilágra. Egyedül nem tudtál figyelni a külvilágra. Egyedül csak megfogtad az eszközöket, és úgy használtad őket, hogy ez a külvilágnak annyira nem volt javára. És akkor, amikor volt egy párod, akkor tudtál rá figyelni, tudtál koncentrálni, és akkor már nem voltál félember, mert így már kiderült, hogy az előbb félember voltál, ezért nem vagy képes önállóan egyedül csinálni valamit. Így sem voltál még, hiszen a pároddal együtt tudsz valamit csinálni. Oké? Jött egy következő elem. A következő elem elvette tőled a párodat. Kiszorultál, nem tudtál mit kezdeni magaddal, de rögtön, ahogy egyedül lettél, megint egy eszközhöz folyamodtál, holott megvolt a képességed, hogy kifejezd magad, hiszen egy olyan világot teremtettünk, amelyben te otthon tudsz lenni. De te egy nem létező eszközzel fejezted ki magadat, és nem a meglévő eszközzel. Érted? Visszakaptad a párodat, csak nem azt, hanem egy párodat. Egy teljesen más minőséget. Mert ugye azt nem konkrétizáltuk, hogy itt férfinőről kell lenni, hanem csak arról, hogy elem-elem, tehát ők párban vannak. Kaptál egy teljesen más minőséget. A teljesen másik minőséggel egyből megtaláltad az életben azt az utat, amiben tudsz élni, és kiteljesedhetsz. Ha ezt lerövidítem, az ember a párja nélkül egy senki. Az ember nem lehet egyedül. Az ember önálló kell legyen, de nem lehet magányos. Önálló kell legyen egy párkapcsolatban. Önálló kell legyen, ha egyedül van, de nem lehet magányos. Ha egyedül van, van ilyen életszituáció. Akkor sincs egyedül valójában, és van tehetsége, és van a világ, és a világgal együttműködhet. És akkor már is megvan a párja, a világ. Előbb-utóbb, ha ez megvan, akkor lesz olyan párja, ami a világon belül is párja van. De csak akkor, hogyha az önállóság is megvan. Nálad egyértelműen az önállóságon kell dolgozni. Ne legyenek kirobbanásszerű, ötletszerű megnyilvánulások. Holott van benned több olyan dolog, ami önmagában is értéket képvisel, akár a társadalomban, akár egy emberi életben. És ne legyen az, hogy amikor egyedül maradsz, akkor te egy nem értelmezhető kirobbanással fejezed ki magad, hanem vedd elő az értékeidet, találd meg a helyét, és használd ezeket az értékeket. Azt is mondhatnám egy kicsit bonyolultabban, mint az előbb, hogy az ember a párja nélkül is önmaga kell legyen, és a párjával is önmaga kell legyen.
nem függhet a párjától. De a párja elviszi egy olyan világba, ahova ő egyedül nem mehet. És ez a haladás az emberi létnek a lényege. És amikor van párod, akkor haladhatsz. Haladhatsz felé, és haladhatsz majd együtt vele valahova. És együtt keresitek az utat utána. Ha csak azt a részét nézzük, és most vonjunk a színpad és a közönség közé egy üvegbúrát, és szigeteljük el ezt a világot, meg azt a világot. És csak azt nézzük, hogy tegyük föl, valakik nézik föntről ezt a műsort, és lesötétítjük nekik a színpadot, mintha ott nem történne semmi, számára ő nem lát semmit, csak a közönséget nézi. Akkor azt látja, hogy egyszer csak a közönség az úgy reagál, hogy nem érthető, Úristen, mi lesz ebből? Zavarás, káosz teremtődik a közönségben. Nem látni, hogy itt mi történik. Egyszer csak a közönség megnyugszik, és figyel. És csak nyugodtan figyel. És egyszer csak a közönség elkezd élni. És még tovább élni. Aztán megint egy kicsit lenyugszik, aztán megint elkezd élni, már erősen. A felső ember nem látott semmit ebből. Így van. Tehát így kell nézni a black boxot, hogy bemegy egy információ, és kijön az információt, és nézem a közönséget, hogy mi történik, mert a kimeneti információt ott le lehet szűrni például. És nagyon érdekesen leírja az embert, aki bent van. Mondjuk ebben az esetben téged. Hogy attól függ, hogy milyen feladatot kapsz, látom, hogy kint mi van. Ezért neked fontos az, hogy megértsd a párod lényegét. Megértsd az, hogy hova visz el, és megértsd saját magadat a párkapcsolatban. Mert akkor fogod megérteni a párkapcsolaton kívül is. Így nagyon jól leírható valakinek a nem csak a személyisége, hanem az életben való szituációja. Amit nem elemzünk, hanem megnézzük, hogy történik. És hozzárakunk olyan elemeket, amitől látszik, hogy az a jel, ami tőle megy ki a külvilág felé, az hogyan változtatható, milyen elemeket rakunk be, és viszünk tovább. És kiderül, hogy az, ami az elején nem volt harmonikus, diszharmonikus volt, és roncsolja a környezetet, kiderül, hogy az elkezdi építeni a környezetet, ha hozzárakunk valamit, egy-egy elemet, és nem kell sokat, egy-egy elemet. Ezért ki a nagy bűn, ami ma a világban van. Hogy maradjon a anyjába mindenki otthon. Egy össze kell jönni. Ki kell egészítenünk egymást, élnünk kell, táncolnunk, énekelnünk, játszanunk, egymást megölelnünk, érintkeznünk, és egymást torkába tüsszentenünk. Ez az emberi lét lényege. Köszönöm szépen!